Jó áron szeretné játékokhoz, ajándékkártyákhoz jutni? Akkor látogass el az eneva.com oldalára, ahol több mint 20 000 digitális termék közül tudsz válogatni. Az oldal teljesen megbízható, ahogy ezt a Trustpilot értékeléseik is alátámasztják. Hogyha pedig bármi gondod adódna vásárláskor, akkor a supportot a nap 24 órájában el tudjátok érni. További infók is link a leírásban. Betiltották ezeket a reklámokat, amiért túl rémisztőek voltak. A mai videóban ismét ilyen régi reklámokat fogunk nézni, amik hát elég érdekesek, és néhánynál egyáltalán nem értem, hogy hogyan mehetett le tévébe, na de nézzük. Scary Japanese Tire Commercial. Megint a japán reklám. Jaj, de szeretjük a japán reklámokat. Már ez jól néz ki, ez a caution jel. Úristen, ez mi? Esik a hau. Jaj. Ott az mi? Oh shit. Azt a picsa! Hülye van! Nem, na ezt nem! Úristen! Erős kezdés volt. Ez mi? Ez nem hiszem el, hogy egy reklám volt. Ez mi volt? Ezt nem akarom elhinni, hogy ezt leadták bárhol is. Nem. És tudjátok, mi legszomorúbb, hogy itt hangosítottam fel a fülest egyre jobban, mert nem hallottam semmit. Ugye nem lesz itt több jumpscare. És ez egy gumi. Ez egy gumi reklám volt. Egy autó gumi reklám. Ki az, aki ezt megnézi és azt mondja, hogy jó, veszek egy ilyen gumit. Veszek egy ilyen gumit, bocsánat a Facebook üzenetért. Erős kezdés. Na de nézzük, mi van még itt. Ugye itt már csomót láttuk. Nézzük ezt. Nintendo. Ez mi? Azta. Micsoda játék. Ugye itt nem lesz jumpscare, már félek, ha már megedzettem a szívemet. Nem ijesztő, ez inkább picit ilyen bizarr. Hát nem tudom, most ezt valószínűleg gyerekeknek szánták ezt a reklámot, mert a Nintendo nyilván. Hát nem lepődnék meg, ha itt lennének gyerekek, akiknek traumát okozott. Nekem is van rengeteg ilyen gyerekkori mese, ami trauma. Volt egy ilyen víz alatti mese. Valami akva, nem tudom, de én nagyon ijesztően néztek ki a karakterek. Pedig ez is egy gyerekmese volt, de egyszer annyira rettegek azóta mai napig. Nem tudom, mi a neve. Valami akva, mit tudom én. Hát, ha valaki tudja kommentbe. Oké, szóval ez Snickers reklám lesz. Csajnak az a fej. Szóval észrevettem én, hogy nincsen Snickers a csajnál, ezért segít neki. Mi van ilyen hosszú keze? Igen, futás. Mi van ott a gyerek? Mondtam. Hát ez is inkább egy érdekes Snickers reklám. Ez egy Halloween reklám. Úgyis közeleg a Halloween. 17-e van. Pont stílusosan kijött ez. De ez is miért? Miért néz ki így a néni? Miért van ilyen hosszú keze? Miért van egy gyerek fej a hasánál? Orkin Commercial Broken Down. Ez mi? Lefagyott. Jó van akkor. I wonder if I could use your phone. My car broke down a few blocks over and is that Oak? I wanted to call my brother-in-law. Fel akarja hívni a testvérét, lerobbant a kocsia. Orkin keeps them out. Don't just call an exterminator. Call an expert, the Orkin man. He'll conduct a free termite inspection and help keep your home protected from termites and pests. Ez komolyan egy izé. Ez az Orkin, ez az izét jelenti, nem a rovarírtók. Tehát ez egy rovarírtó reklám. Hát figyeljetek, érdekes. Manapság már valószínűleg ilyet nem csinálnának. Felettébb érdekes, hogy egy ilyen nagy hangya, vagy én nem tudom milyen bogár ez, bekopogtat az ajtón, hogy lerobbant a kocsia. Segítség. Na, ennek van egy második része is. Orkin Commercial Vacation. Vacation. Ez is ilyen rovaros lesz. Jaj, ne. Csak nem ott ül egy bogár, és gitárhírózik. Kis Patik! Kis Patik leült egy kicsit gitárhírózni. Jó napot, kezi csókolom. You. We're not supposed to be back until Sunday. Nem kellett volna visszajönnötök vasárnapig.
Ajaj. We could use the boy. Yeah. Mi szok? Drums. Mi? Rodents want to make your... Használhatjuk, hogy gyereket dobnak? Azt mondta? For home, they're home. But Orkin keeps them out. Megjött az Orkin. Orkin a megmentő. Guaranteed protection from rats, mice and all kinds of pests. Orkin, keeping pests in their place. Ez az Orkin... Orkin reklám, ez egész jó amúgy, rendes, tetszik. Ez ilyen kis kreatív, ez nem ijesztő, ez inkább megint ilyen érdekes, ilyen kis bizarr. Bizarr, ez mi ez a Genomax Scary Monkey? Jaj, Istenem, nem, lehalkítjuk, ezt lehalkítom, ezt nem. Nézzétek, itt lesz egy jumpscare. Ezt itt most leszpoilereztem, nem akarom összeszarni magamat. Készüljetek, itt lesz egy jumpscare nagy eséllyel. Ez le is hajtó a füles magamról. Én nem is volt jumpscare. Mi ez a Gainomax Recovery? Drink after working out. Tehát én értem, hogy ez edzés utáni ital. De mi köze van ehhez? Tehát a körfilmből itt van hosszú hajú kislány, aki hirtelen egy majom. Egy majom. Miért? Miért? The best scary commercials zombie phone for you. Nézzük. Jaj, ne. Megint valami jumpscare lesz? Ugye nem? Nem tudom most jelenleg elképzelni, hogy ez minek a reklámja lehet. Samsung Taco icon is only $59.95 on pay as you go. Phones for you. Missing our deals will warn you. Aha. Szóval ez valami telefonos boltnak a reklámja. Amúgy ez is stílusos, kreatív, nem egy szokásos, szar, unalmas telefonreklám, hanem egy zombis. Na ez! Nem tudom mi lesz, de benne van, hogy Nike. Bannolt, tehát betiltott Nike Slasher commercial. Ez csúnya lesz, van egy ilyen érzésem, hogy ez beteg lesz. Mert benne van egy slasher. De hogy ez Nike. Szeressük a Nike-t, nem? Jaj. Jó van, nem spoilerezem le. Oké, ott van valaki. Ó, láncfűrész. Futás. Ez nem inkább ami horrorfilmből van kivágva. Ez mitől a Nike? Ez mitől a Nike? Nike cipőbe fut a néni? Esetleg? És azt akarom megmutatni, milyen gyorsan tud futni? A Nike cipőbe? A futás van. Nagyon gyorsan fut. Ez tudja valami cipős. Nem éri utol. Egyszerűen nem éri utol. Miért sport? Hogy tovább élj. Nike. Just do it. Hát akkor tényleg az volt a lényeg, hogy milyen gyorsan tud futni a néni a Nike cipőbe. Aztán, ez is kreatív, ez mi? Audi RS4, Spoke 2005. Ez az úgy csomó, amit megnézünk. Igen. A Spoke háló. Nagyon jó, szeretem nagyon a Spoke-okat. Nem, nagyon nem szeretem amúgy. Nem. Bízok abban, hogy nem lesz itt jumpscare. Az egy Audi! Benne a pókhálóba! Mi lehet ennek a lényege? Mit akar ábrázolni ez a reklám? Most a kíváncsi vagyok a végére. Jaj, ott egy pó... Amúgy a Transition az úgy oda volt rakva, 2005-ben. Egész jól nézett ki. Hogy a kis pókból lett egy fekete, szép pók Audi. Wow. Wow, wow. Most az a kérdés, hogy webkamerával köszönjek-e? Bocsánat. Vagy rendes kamerával. Amúgy néha fogom használni ezt a webkamerát is. Amúgy. Csak így zárójelben megjegyzem, mert úgy sokkal könnyebb levideózni, mint a telefonommal. Most melyiknek van szebb képe? Hát úgy nem tudom.
Ezen, mint a szebbek lennének a színek. Hoppá. De ez meg tisztább. Na mindegy. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt, kommentbe írjátok le, hogy mit gondoltok az adott reklámokról. Következő videóban pedig találkozunk, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra. Szevasztok!